akkor és csak kizárólag akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha a parlamenti munkát a városi érdekekkel valamiképpen össze tudjuk hozni. Jó hírről számolt be hétfő reggeli közös sajtótájékoztatóján Borkai Zsolt polgármester és Kara Ákos államtitkár. A kormány múlt szerdán döntött arról, hogy 200 milliós támogatással tovább épülhet a Győrt-Gönyűvel összekötő kerékpárút. A kerékpáros barát megyeszékhely számára fontos az újabb bringás fejlesztés. Törekszünk megtalálni, megkeresni azokat a pályázati forrásokat, amely akár az állami oldalról, vagy akár Európai Uniós oldalról jelentkezik, és lehetőséget biztosíthat akár kerékpárutak építésére. Szerintem eddig egészen sikeresek voltunk, és valóban most már kerékpáros barát várossá váltunk, hiszen az összes fejlesztés azt igazolja, hogy jó irányba haladunk, és most egy újabb lehetőség adódott. A fejlesztési minisztérium néhány hete új forrás teremtett kerékpárutak építésére, Győr pedig villámgyorsan benyújtotta pályázatát. A gyorsaság ezúttal 200 milliós segítséget jelent a városnak és a térségnek, mondta híradónknak az NFM államtitkára. Három szakaszról van szó, jelenleg a legfontosabb szakaszon, logikus módon, ahol a gönyői nagyberuházás zajlik, a település és az iparterület között, a kikötő között már folyik a kerékpárútépítés, és logikusan a következő szakasz, amit most jelentettünk be, ez a Győr-Szent Iván és Dózsa-Major közötti 2,4 kilométeres szakasz. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban forrást találtunk, forrást szabadítottunk fel újabb kerékpárutak építésére, éleztem polgármester úrnak, és polgármester úr villámgyorsan és jól döntött, benyújtotta a pályázatot, és rekordidő alatt négy hét alatt sikerült minden adminisztrációt úgy leegyeztetni a minisztériumi kollégáim, illetve az itteni kollégák között, hogy így lehetségessé válik ennek az újabb szakasznak az elkészítése. Mindeközben egész nyáron zajlik a kerékpár kölcsönző hálózat tesztelése Győrben. A tervek szerint szeptembertől indul is a Győr Bike, ami újabb lökést adhat a kerékpáros közlekedésnek a városban. A várakozás nagy, és remélhetőleg valóban a várakozáshoz egy megelégedettség is kapcsolódik majd. Szerintem ez egy újabb nagy állomása lesz a városnak a kerékpáros turizmus és a kerékpáros közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódóan. A régióban is tovább fejlesztik hamarosan a kétkerekű közlekedést, információink szerint ugyanis már készülnek a Győr és Pannonhalma közötti kerékpárút tervei. Az a fejlesztés is sokat segíthet majd a nap mint nap tekerőknek, valamint a biciklis turistáknak egyaránt.